Megvan az esküvőtök helyszíne és időpontja, de még rengeteg dolog vár rátok a szervezésben. A mai videóból megtudhatod, hogy merre tovább, mivel érdemes folytatni a szervezést, melyek azok a szolgáltatói területek, amit érdemes elsőként lefoglalni. Szia! Jó helyen jársz, ha szeretnél többet megtudni az esküvők világáról, eligazodni a sok-sok lehetőség között, ami rád vár a szervezés alatt. Doszpod Mónika vagyok, a megismételhetetlen pillanatok megörökítője. Ha új vagy itt, akkor iratkozz fel csatornámra, mert minden szerdán új videóval érkezek. Az esküvő szervezésre érdemes időt hagyni. Tudom, hogy nagyon sokan már kislánykoruk óta álmodnak erről a napról, és lehet, hogy sok részletet kitaláltál már jóval a leánykérés előtt. Az is lehet, hogy van egy titkos mappád, amiben rengeteg képet lementettél, vagy éppen beragasztottál, attól függően, hogy a modernkor digitális megoldását választottad, vagy a jó öreg, hagyományos álomfüzetet. Mégis, ha elérkezik az esküvőszervezés ideje, akkor alaposan át kell gondolni, hogy mit és hogyan szeretnél. Rengeteg lehetőség vár rád az esküvőszervezés alatt, és praktikus ezeknek utána járni, fórumokat, blogokat olvasni, vagy hasonló videókat nézni, mint ez is, hogy tudd, hogy pontosan melyik szolgáltató az, aki a legideálisabb, a legtökéletesebb számodra. Van, aki már a legelején teljesen belelendül és egy nekifutással leszervezi az egész esküvőjét, és vannak olyanok is, akik szeretik ezt részekre bontani. Ez utóbbi is jó megoldás lehet, hisz így nem merülsz ki teljesen, illetve nem utálod meg már a legelején, ha esetleg nem megy minden simán. Korábbi videómban már beszéltünk az esküvőszervezés első lépéseiről, mely szerint a költségvetés meghatározása után először a helyszínt és az időpontot kell lefixálnotok. Majd ezt követően beszéltünk az esküvői stílusokról. Ha lemaradtál ezekről a videókról, akkor a leírásban megtalálod a linkjeiket, ezt követően nézd meg. De most maradj velünk, mert mára is sok hasznos tanácsot hoztam. Első lépésként nyiss egy Excel táblázatot, vagy pedig egy füzetet, amelyben felsorolod, hogy mely szolgáltatói területekre lesz szükséged. Ezt folyamatosan vezetheted, beírhatod azokat a szolgáltatókat, akikkel már leszerződtél, így mindig láthatod, hogy mely területekkel kell még foglalkoznod. De mi is az az időpont, amikor egy-egy szolgáltatót le kell foglalnod? Ha megfogadod a tanácsunkat és az esküvő szervezésre másfél évet szánsz, amelyből az első 1-2 hónapot csak ötleteléssel töltesz, akkor még mindig bőven van időd, hogy megtaláld a számodra legideálisabb szolgáltatókat, akik mind árban, mind minőségben, mind pedig stílusban hozzád illenek. De kit is foglalj le legelőször? Ez természetesen tőletek, illetve a ti fontossági sorrendetektől függ, azonban a következő 4 szolgáltatói területet érdemes elsőként az esküvőt megelőző 1 évben lefoglalni. Ezek pedig az első, a ceremóniamester vagy a főfény. Ha bizonytalan vagy, hogy esküvőtökhöz melyik illik jobban, akkor jövő heti vlogunk pont neked szól, ugyanis Bohács Robi lesz a vendégünk, aki elmeséli, hogy mi a kettő között a különbség, illetve miben tudnak neked segíteni. A második terület a zeneszolgáltató, legyen az DJ vagy éppen zenekar. A harmadik az esküvői fotós. Szegfi Roberttel beszélgettem korábban, hogy mi az az 5 szempont, ami alapján megtalálhatjátok a hozzátok illő fotóst. Ezt követően még az első etapban érdemes lefoglalni az esküvői videóst, vagy pedig a filmest. Ha hiszitek, ha nem, akár csak a ceremóniamester és a bőfély között, úgy a videós és a filmes között is van különbség. Míg az első egy hagyományosabb formában örökíti meg esküvőtöket, dokumentarista stílusban 2-3 órában, addig az utóbbi egy sokkal mozgalmasabb, modernebb formát képvisel, amely ugyan rövidebb, mint az esküvői videó, de képes visszaadni az esküvőtök hangulatát. Ha szeretnél többet megtudni, hogy mi a különbség a film és a videó között, akkor neked ajánlom korábbi bejegyzésünket, melynek a linkjét szintén megtalálod a leírásban. Ha úgy döntesz, hogy esküvődet nem egy nekifutásra szervezed le, hanem inkább részekre bontod, akkor az előző 4 szolgáltatói területet érdemes elsőként lefoglalni, méghozzá az esküvőt megelőző 1 évben. Azonban van még egy dolog, amivel ebben az időben foglalkoznod kell, méghozzá a Save the Date-tel. Az esküvői meghívókat általában 4-6 hónappal az esküvő előtt szokták a párok kiosztani, hiszen az a meghívó gyártásával meg kell várni, hogy a végleges menetrend elkészüljön, hiszen erre már rákerül az esküvő a szertartások pontos időpontja és a helyszíne, valamint a vendégvárás.
Azonban, ha szeretnél biztosra menni, hogy vendégeid ne tervezzenek más programokat, például egy nyaralást, akkor érdemes időben tudatni velük az esküvő dátumát. Ezt megteheted egyszerűen azzal, hogy körbe telefonálod a rokonságot, vagy választhatsz egy kicsit modernebb megoldást is, és készíthetsz egy esküvői honlapot, egy Facebook csoportot, vagy egy Facebook eseményt, de akár készíthettek egy kis Save the Date kártyát, amin szerepel rajta az esküvő ténye és maga a dátum, és ezt küldhetitek ki postai úton. De ha szeretnél egy még egyedibb és modernebb megoldást, akkor készülhet egy kis film is erről. Ha olyan előrelátó voltál, hogy esküvői filmesedet lefoglaltad már az esküvőt megelőző egy évben, akkor készíthettek egy Save the Date kis filmet. Ez nem csak arra remek alkalom, hogy a nagyvilággal tudathatod az esküvőtök hírét, hanem arra is alkalmas, hogy jobban megismerjétek az általatok választott esküvői filmes csapatot, megszokjátok a kamerát, ezáltal még természetesebbek lesztek majd a nagynapon, így a végeredmény is sokkal jobb lesz majd. Ha szeretnél egy ilyen Save the Date kisfilmet, akkor nyugodtan vegyétek fel velünk a kapcsolatot, örülünk, ha részesei lehetünk esküvőtöknek. Azonban van még két szolgáltatói ág, amiről nem árt, hogyha időben gondoskodsz. Ha kíváncsi vagy a válaszra, akkor csatlakozz Facebookos csoportunkhoz, ugyanis a választ ott tesszük elérhetővé. A linket megtalálod a leírásban, várunk téged ott szeretettel. A hét kérdése. Te melyik szolgáltatót fogod legelőször felkérni? Vagy ha már túl vagy rajta, akkor kivel szerződtél elsőként? Várjuk a hozzászólásodat a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, bízom benne, hogy sok hasznos tanácsot kaptál ma is tőlem. Ha tetszett a videó, akkor lájkold és oszd meg barátaiddal, ha eddig még nem tetted meg, akkor pedig iratkozz fel csatornámra, hiszen minden szerdán új videóval érkezek, hogy segítsek neked felkészülni a nagy napra. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban.